A sport stratégiai ágazat és a következő ciklusban sem lesz ez másképp. Így fogalmazott június végi bemutatkozó sajtótájékoztatóján Schmidt Ádám. A sportért felelős államtitkár azt is hangsúlyozta, hogy történelmileg egyedülálló, ahogy a magyar kormány és a miniszterelnök támogatja a sportszakmát és a létesítményfejlesztést. Csanádi Kristóf folytatja vendégi Schmidt Ádámmal. Így van, és Schmidt Ádám államtitkár úr nekünk adja az első televíziós interjúját. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó, Köszönöm a lehetőséget. Két hónap telt el a kinevezése óta, illetve egy hónap a Sportért Felelős Államtitkárság bemutatkozó sajtótájékoztatója óta. Korábban Orbán Viktor miniszterelnök úr sportügyi főtanácsadójaként tevékenykedett. Azt nem mondom, hogy ez merőben más feladat, de azért biztos, hogy valamiben különbözik. Szóval, szóval hogyan teltek az előző hónapok? Hát teljesen más, én azt gondolom. Más a felelősségi kör, más a hatáskör, más a jogkör. Nyilvánvaló az új kormányzat felállításával a sportállamtitkárság is megkezdte a munkáját. Számos új programot fogunk elindítani, ezeknek az előkészületei már megkezdődtek, és ahogy egyébként a bemutatkozó, bemutatkozott a sportállamtitkárság külön a sportvezetőknek, a honi sportvezetőknek, azt követően egy sajtótájékoztatón is bemutatkoztunk, és ahogy ott is elmondtuk, hogy érdemben szeretnénk minden sportirányításban releván szereplőt bevonni ezekbe az előkészítő folyamatokba. Ezek a munkacsoportok már felálltak. A Magyar Olimpiai Bizottsággal többek között elkezdődött az a fajta előkészületi munka, aminek az eredményeiről majd szeretnénk természetesen tájékoztatást adni. Most nincsenek még olyan stádiumban, hogy erről bármilyen részletet elárulhatnénk. Arról szabad -e mit tudni, hogy mik voltak az első folyamatok, amiket elindítottak? Ugye a... Miniszterelnök úr és a kormányzat döntése értelmében a hazai rendezésű nemzetközi sporteseményekért felelős nemzeti sportügynökség, a miniszterelnökségtől átkerült a sportállamtitkársághoz, itt nyilvánvalóan történt egy átadás átvétel, illetve személyzeti, strukturális átalakításokat is végzünk. Zászlónkra tűztük, hogy megpróbáljuk a közigazgatás rendszerében a bürokráciát csökkenteni és a hatékonyságot növelni. Ennek érdekében a korábbi 12 év után kettő helyettes államtitkár helyett most már csak Smit Gábor, a Kajakönyv Szövetség elnöke az egyetlen helyettes államtitkár, és létre kívánunk hozni egy olyan háttérintézményt, egy olyan állami tulajdonú háttérintézményt, ami pedig érdemben fogja tudni segíteni a sportállamtitkárságnak a munkáját. Említette, hogy a sportállamtitkárság immáron a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozik. Jelente ez bármifajta változást a sport, sport élet szervezésében? Én azt gondolom, hogy a sportélet szervezésében nem jelent különösebb változást, ami biztos, hogy számunkra egy nagyon pozitív euh, része ennek az átalakításnak, az az, hogy honvédelmi miniszter úr személyében egy olyan miniszter alá tartozunk most, aki, akinek kapcsán egyébként szeretném megemlíteni, hogy rendkívüli önállóságot biztosít számunkra, de miniszter úr nyitott, érdeklődik a sport iránt, már az elmúlt két hónapos időszakban is több sportrendezvényen megjelent, és azt gondolom, hogy minden segítséget biztosít számunkra, hogy, hogy a sportám jól tudja végezni a munkáján. Azt ugye tudjuk, hogy nagy átalakulásokon megy a sportért felelős államtitkárság. Mikor állhat fel ez az új rendszer, illetve, illetve mit jelent pontosan maga ez a folyamat? Hogyan néz ki? Hát én nagyon optimista vagyok e tekintetben és a legoptimistább számítások szerint is év végére. Tehát én, én örülnék annak, hogy a december 31 ig 2022. december 31 ig föl tud állni egy, egy a végleges formáját elnyerő államtitkárság. Ahogy említettem korábban, tehát egy olyan háttérintézmény létrehozásán dolgozunk, ahol különböző panelek fognak megjelenni. Az egyik ilyen a dr. Bai Balázs egykori kiváló atlétánk által vezetett versenysport és sportszakmadivízió, a másik, ami egy kiemelt, fontos terület lesz, én azt gondolom a következő 4-8-12 évben kiváltképp a kialakult gazdasági helyzetre ezek a már megépült sportlétesítményeknek a üzemeltetésért felelős divízió, és a harmadik divízió lesz, a ahogy korábban említettem, a hazai rendezési nemzetközi sportesemények ha a Balázs megemlítettem, megemlíteném, hogy a sportétesítmények üzemeltetésért felelős divíziót Kovács Norbert, egykor NSK főigazgató fogja vezetni, a hazai rendezési nemzetközi sportesemények divízióját pedig Verényi Péter. Szó volt itt már a nemzetközi sporteseményekről. Most, hogyha csak a legutóbbit említjük, ugye rendeztünk egy vizes világbajnokságot, illetve jövőre egészen biztosan lesz majd atlétikai világbajnokság itt Budapesten. Sebastian Kó azt mondta, hogy minden idők legjobb vb ét szeretnék rendezni. Terveznek, terveznek, terveznek -e esetleg kandidálni más eseményekre is? Ugye vannak már lekötött eseményeink, tehát most össze lesz a Dunai regatta, aminek szívből örülünk, hogy újból megrendezésre kerül. Ugye a Dunána Műszaki Egyetem előtt egy fantasztikus hagyományokkal, korábbi hagyományokkal rendelkező evezős verseny lesz megrendezve. A jövő évben, ugye 2023-ban Karate Világbajnokságot rendezünk, ezek már elnyert rendezési jogok. 23-ban, 24-ben, bocsánat, 24 őszén rendezünk egy női kézilabda Európa Bajnokságot, illetőleg egy pillanat, mert egész biztosan tudom, sok olimpiát fogunk rendezni. 2024-ben pedig majd lesz olimpia Párizsban. Ez egy sokkal rövidebb olimpiai ciklus, ugye egy évvel most, tehát csak három év van felkészülni rá. A sportért felelős államtitkárság szempontjából mik a legfontosabb teendők a hátralévő két évben, amennyi még van a játékok kezdetéig? Igen, lesz egy új program, amiről most egyelőre több részlet nem tudok elmondani, de a főbb paramétereket igen. Tehát én azt gondolom, hogy a sporttámtitlásnak az elsőleges feladata, hogy a már az elmúlt időszakban is kiemelkedően sikeres sportágakat a továbbiakban is támogass, és minden feltételt biztosítson annak érdekében, hogy a kvalifikációs versenyekre jussanak ezek a versenyzők, illetőleg minden egyéb támogatást biztosítsunk ahhoz, az edzőtáborok, a versenyek, hogy ők a lehető legsikeresebben szerepeljenek mert 24-ben Párizsban is. Azonban mi szeretnénk a kisebb feltörekvő olimpiai sportágokat is megszólítani, és nekik is egy olyan lehetőséget biztosítani, hogy a lehető legeredményesebben szerepeljenek 24-ben Párizsban. Én azt gondolom, hogy a, az államtitkársának nem lehet feladata, hogy bármilyen eredményt elvárjon. Ez a szövetségeknek a hatásköre is... Azt gondolom, hogy a szövetségek mellett még a Magyar Olimpiai Bizottság fogalmazhat meg bármilyen elvárást a sport eredményessége kapcsán. Beszéljünk egy másik érdekes témáról, ami a TAU rendszer. Ez ugye 2023. június 30-án jár le, tehát maga a program engedélye, ugyanakkor már elkezdődtek a tárgyalások a, ennek, ennek a folytatásáról. Ezzel kapcsolatban mit érdemes kiemelni? Ezzel kapcsolatosan az, hogy ez ugye az Európai Unió által jóváhagyott programunk, és ezt meg kell hosszabbítani, ahogyan is említett ennek jövő június 30-án lejár a engedélyezési időszaka. Ebből adódóan egy kormány előterjesztés készítettünk, amit reményeink szerint augusztus végén, szeptember elején a kormányülés meg, a kormányülés sem meg tudnak tárgyalni, és azt követően a részletszabályok kidolgozása marad még hátra, és ahogy említettem, hogy az új programokba is bevonjuk, a különböző köztestületek vagy szervezetek vezetőit, itt is egyébként már folyamatos egyeztetések zajlanak, az érintett hat látványcsapat sportszövetség elnökeivel és vezetőivel. A sporták fejlesztési programról is érdemes beszélni. Ezzel kapcsolatban korábban úgy nyilatkozott, hogy ez megmarad, de hogy a hatástanulmány alapján érdemes ezt újra gondolni. Mire gondolt itt államtitkár úr pontosan? Igen, részben utaltam erre az előző kérdése kapcsán, tehát a, mi azt gondoljuk, hogy egy komplex programot szeretnénk kidolgozni, a komplexitását az adja, hogy amellett, hogy versenysportot szeretnénk fejleszteni, amellett meg szeretnénk szólítani és újra szeretnénk tervezni a edzői és a versenyzői támogatási rendszereket. Azt gondoljuk, hogy kiemeltem fontos az edzők kérdésem a Magyarországon, fantasztikus támogatásban részesültek az elmúlt 12 évben is, de szeretnénk egy olyan életpályamodellt biztosítani, egészen a nevelőedzőktől elkezdődve, minden edző számára, hogy ez egy olyan hivatás legyen mindenki számára, ami, ami rendkívül vonzó. Tehát ez biztos, hogy része lesz ennek az újra gondolt programnak. Van egy szlogen, hogy ne csak sportnemzet, hanem sportoló nemzet Igen. is legyünk. Erről? Mit, ér, mit értünk ez alatt? Igen, hát én azt gondolom, hogy... Az egy, az egy szűkebb halmaz található sportnemzet, a sportoló nemzet szerintem egy kicsit tágabb halmaz, és arra törekszünk, hogy egészen a járás megtalálását követően, onnantól kezdődően a szépkorú honfitársainkig is a lehető legnagyobb lehetőséget biztosítsuk számukra, és ösztönözzük őket arra, hogy a sportolást megismerjék, megszeressék, aki a sportolás, akinek az élete valamilyen szegmensében megjelent a sport, ő pedig ne szakadjon el tőle. Ugye szintén ehhez tartozik, hogy azt is olvastam, hogy a 18 éves korukig sportolók közül utána 85%-uk abba hagyja. Hogyan lehet ez ellen tenni? Több eszköz is van, ami szerintünk ebben segítségünkre tud lenni. Az egyik az, hogy az egyetemi sport életét szeretnénk egy teljesen új dimenzióba emelni, szeretnénk újra szervezni az egyetemi sport életet, és azt gondoljuk, hogy az egyetemi sport élet 18-es kort követően, akik a felsőoktatást választják, az életpálya választás során, ott az lehet egy olyan fogódzó, amiben tudja őket tartani a, a sport rendszerében. Akik nem a felsőoktatás irányába mozdulnak el, nekik pedig olyan életpálya modellt szeretnénk előirányozni, ami miatt megoldhatóvá válik az. Hogy hiába nem tanulással folytatják az életüket az érettségét követően, akkor is a sport az ugyanúgy az életük része maradjon, amikor valamilyen hivatás felé mozdulnak el egyébként. Ugye világszínvonalú sportlétesítményeink vannak, ugyanakkor Árántitkár úr azt nyilatkozta, hogy ezeknek az üzemeltetése lesz egy nagyon-nagyon fontos pont, egy fontos szempont a következő években. Erre vonatkozóan vannak-e esetleg konkrét tervek? Vannak konkrét tervek ezzel kapcsolatosan. Néhány gondotot engedjem meg. Tehát én azt gondolom, hogy a, az elmúlt 12 évben talán a világon egyedülálló mértékű sportinfrastruktúra fejlesztés zajlódott Magyarországon, és azt gondolom, hogy most nekünk egyedülálló és világra szóló programot kell a tekintetben letenni, hogy hogy fogjuk ezeket üzemeltetni. Az üzemeltetés kapcsán fontos, hogy mindenki, aki az üzemeltetésben részt fog venni, az a sajátjának tekintse ezeket az ingatlanokat, és jó gazda módjára üzemeltesse őket. Fontosnak tartanánk azt is, összhangban azzal, hogy sportoló nemzetté váljunk, hogy ezek a sport létesítmények ne csak a, a sport, hivatásos sport berkein belül megvalósuló sporttevékenységet szolgálják ki, hanem a lakosságnak is tudjanak adott esetben felületet biztosítani, arra vonatkozóan, hogyha valaki sportolni akar. És azt gondolom, hogy az üzemeltetésen belül nem csak abban kell gondolkodnunk, hogy gazdasági racionalitását minél eredményesebbre fejleszünk az üzemeltetésnek, hanem ezeknek a létesítményeknek a kihasználtsága. Tehát, ha már a magyar kormány biztosítja azt, hogy ezek az elképesztő minőségű létesítmények működjenek és üzemben legyenek, akkor szerintem nekünk sportántitkárságként legalább olyan fontos célkitűzés kell, hogy legyen, hogy ezek a sportlétesítmények megteljenek élettel. Schmidt Gábor sportétfelelős helyettes államtitkárként segíti az ön munkáját. Nagyon sokszor láttuk önöket közösen is megjelenni eseményeken. Milyen vele a, milyen vele a közös munka? Kiváló. Egy szóval egy kicsit kibővítve a Schmidt Gábor helyettes államtitkárhoz több mint egy évtizedes ismeretség köt vele össze. És megmondom őszintén, hogy amellett, hogy egy fantasztikus embernek gondolom őt, én azt gondolom, hogy a sportvezetőként az elmúlt időszakban egy olyan, Fantasztikus teljesítményt tett le az asztalra, ami egyébként önmagában predestinált, őt arra, hogy őnek az állami sportvezetésben szerepet kell vállalnia. Példaértékű volt szerintem az én meglátásom, de hál' Isten mások is gondolkodnak így a Gábor személyét, illetően ahogy ő a Magyar Állam által biztosított sportfinanszírozás felhasználta, ahogy ő a kajakkenú sport szervezeti struktúráját felépítette, ahogy a versenysportot, ahogy a szabadidősportot, én azt gondolom, hogy példaértékű, amit a Gábor a kajakkenu sport élén letett. Nem mellesleg egyébként ugye a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke is volt mostanáig, úgyhogy ö, teljes a bizadalmam a Gábor felé. Lehetett olvasni egy sportmúzeumról is. Igen. Mi a tervezzel kapcsolatban? Azt gondolom, hogy egy olyan nemzet, egy olyan büszke nemzet, mint a magyar, aki ilyen sporteredményekkel rendelkezik, annak valahol ha, ha még valami hiányzik, úgyis Isten igazából a sportvilágából, akkor azt gondolom, hogy egy olyan emlékhely, egy olyan gyülekezési pont, ahol a múlt sikerei megelevenednek. Ebből egyébként a mostani generáció a jövőre vonatkoztatott terveihez meríthet erőt, és egy pillanatról én úgy képzelem el, vagy mi úgy képzeljük el, hogy egy ilyen múzeum az egy olyan kapocs lehet, a sportvilágot szerető, a sportvilágot követő emberek számára, ami, ami szerintem elkerülhetetlen, hogy előbb vagy utóbb megvalósuljon. Hát az nagyon egészen, szeretnénk, ha ez megvalósulna. Az egészen biztos, hogy van mire büszkének lennünk. Ellentétkérő, az előző percekben nagyon sok témát érintettünk. Én arra lennék még kíváncsi, hogy ha ez a ciklus véget ért, akkor mi telítenél el önt elégedettséggel? Összefoglalva. Összefoglalva, hogyha azok a programok, amiket most dolgozunk ki, akár az üzemeltetés kapcsán, akár az új e, versenyfejlesztési program kapcsán, azok megvalósulnának, és azokat az eredményeket produkálnak, amiket mi most gondolunk, hogy produkálni fognak. Akkor én ehhez kívánok nagyon-nagyon sok sikert és kitartást, és mint Ádám Sportért felelős államtitkárnak. Köszönöm szépen, hogy a vendégem Köszönöm volt. szépen, hogy itt láttam.